Köszöntjük a pécsi eklézsiát. Szinte minden felekezetből itt vannak a lelkipásztor testvérek. Szeretnénk bemutatni, hogy Isten lelke egységre vezet. A szeretet által, a hit által, mert Isten kegyelme kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által. A kegyelem az nem jutalom. A kegyelem az ajándék, amely megjelent az Úr Jézusban, az üdvözítőben, aki meghalt és feltámadt, és aki kinyitja a bezárt szívét a kegyelem előtt, az átéli, hogy az Úr bemegy ahhoz, és örökre vele lesz. Gyönyörű vasárnap délután van, a pünkösdre emlékezünk. Az eklézsiának, az egyháznak a születésnapjára. Azon a napon, 2000 évvel ezelőtt, egy félénk kis csoport egy kis szobában imádkozott, küzdött. Belülről bezárták az ajtót. Így kezdődött a pünkösdi imádság. Csak ezt lehetett hallani, miután bementek a szobába. Fordult a kulcs a záron. Jaj, csak mi magunk maradjunk. De imádkoztak, és egyszer csak hallották, hogy valami szél zúgáshoz hasonló támad, és érezték, hogy még inkább, még mélyebben szeretnének imádkozni. Nem búslakodni, hanem dicsérni Istent. Nem rettegni, hanem felbátorodni. Jött Isten lelke, tanította őket imádkozni, úgy még előtte sohasem. És Péter előállt, azt mondta, hát nyissuk ki a zárat, hát ki kell mennünk. Hát Isten népe nem egy inkubátorba született, nem múzeumba, nem zárak mögé való. Az örömhírt meg kell hallgatni mindenkinek. Hogy Jézus él, mert ahogy a Szentlélek eljött rájuk, betöltötte őket, azt élték át, hogy a mennybe felment Jézus, aki 10 nappal előtte ment fel a mennybe, mintha ott lenne mellettük. Mert a Szentlélek Jézus teszi élővé, jelenvalóvá, hogy mi a megfeszített és feltámadott Úrban hiszünk. Aki azt mondta,
Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenbe és bennem. Elmegyek és helyet készítek, mert van túlsó part, nem csak ez a földi élet. Kolumbuszról van megírva, amikor elindult a világ körüli útján, elhitte, hogy a föld gömbölyű. Nagyon sokan azt mondták, hogy lapos, azt mondták a matrózok, na majd hajózunk, és a végén leesünk a tányérról, mint egy lapos tányérról. De mentek, de végül kifáradtak. Azt mondták a matrózok, elég, nincs túlpart, forduljunk vissza. És akkor Kolumbusz naplója szerint megláttak egy különös gyümölcsöt a vízen úszni. Kihalázták, nézték, odavitték Kolumbusznak, megnézte és azt mondta, hajósaim, elindultunk. Nem látom a túlsó partot, de ez a gyümölcs valahol megérett, megnőtt. Van túlsó part tehát, és azt mondták a matrózok, folytassuk, mert a pünkösd erre akar minket elsegíteni, hogy el tudjunk szakadni a világtól, a bűntől, a saját önzéseinktől, elfogadni, hogy Isten ott a távolban vár, hogy nem a kárhozaté, a sátáné az életünk, mert a Szentlélek megítél a bűn tekintetébe, bűnösök vagyunk, de van bűnbocsánat. A kegyelmet hirdeti az igazságot. Van, aki megigazít. Milyen csodálatos bűn, igazság, ítélet. Ezt elhozta, és átsegít a túlsó partra. Végig kell itt élni a nagy felfedezések útjait. Nektek is, nekünk is. De van, aki velünk hajózik. Egy nagy viharban egy barátomnak a kisfia is ott volt a hajón, óriási vihar volt, és megkérdezték a kisrácot a matrózok, hát gyerek, te nem félsz? Hát iszonyú hullámok vannak, látod, már becsap a hajóba. A srác azt mondta, nem, mert az édesapám van a kormánynál. Igen. Ez a pünkös titka, Jézus jelenvaló, az életünk hajójában, és csak az egyházban, csak a hívő egy-egy embernél van valamiféle világosság. Jézus azt mondta, én vagyok a világ világossága. Nem csak egy kis szűk rétegnek, hanem minden embernek, aki még nem ismeri őt, szeretné megvilágosítani a keresztet, a megváltást. Meghaltam, annyira szeretlek, tervem van veled, gyere, kövess engem, gyere velem a túlsó partig. Mit üzen ma pünköst? Megkérdeztem egy csomó embert, tudják-e, hogy mi ez, hogy pünköst? A 90%-a semmit nem tudott. Idősek se, hát még a fiatalok. Hát akkor mi elmondjuk. A Szentlélek eljövetelének az ünnepe, de nem csak egy egyszeri esemény, mert elindult a lélek kiáradása. Ez egy hatalmas folyam, egyre inkább duzzad, és ebbe a folyamba, Isten mennyei érintésébe, a Szentlélek személyébe mi is beállhatunk. Jöjj, Szentlélek, töltsd be újra, fényesíts meg a hitem, a szeretetem. Oda teszem a kereszt alá a félelmeim, és szeretettel fordulok ahhoz, aki lehet, hogy egy picit másként gondolkodik, valamit másként vall, de a Szentlélek, a szeretetnek, az erőnek, a józanságnak a lelke egyé tesz. Én átéltem 15 évesen ezt. Egy nap, mint focistát, az Úr megszólított, megtértem, új ember lettem, és kértem, Uram, megvilágosított a szent lelked, kérlek, töltsés be, hogy a szolgád is legyek, mert én nem csak rólad akarok beszélni, mert nagyon sokan beszélnek Istenről, hitetlenek, történészek, filozófusok, lelkészek, sokan
kiváló ismerettel bírnak, tudnak Istenről, de kevesen beszélnek Istenből. Ez a Szentlélek munkája, hogy nem csak tudok róla, hanem a szívembe van, nem csak Istenről, mint egy régi ismeret, hanem belőle. Jézus azt mondta, a Szentlélek belőlem merít, az enyémből vesz, és engem dicsőít. Őt helyezi a középpontra, a felteszített és feltámadott urat. Boldog pünkösdöt, kedves testvérek, nem vagyunk árvák. Jézus ezt mondta, nem hagylak árván, elmegyek, és elküldöm az én lelkem. Ugye nem fogsz az árvaság búskomorába esni, hanem inkább imádkozol és hiszel, és Jézusra nézel, és megelevenít a Szentlélek, és azt mondod, nem, hogy árva nem vagyok, sokan vagyunk. Dicsőség az Úrnak! A Szentlélek Jézus Krisztust dicsőíti meg, Jézus Krisztus pedig a mi egységünk jelképe, hiszen ő benne lehetünk egyek. Ő volt az, aki tanított nekünk egy imádságot, és most ennek a törekvésünknek a jelképeképp mondjuk el együtt azt az imádságot, amit tőle tanultunk. Fogjuk is meg akár egymás kezét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szentlélek jöjj, lobogó lány, Szentlélek jöjj, a világ vár. Szentlélek jöjj, viharos szél, jöjj, áradj szél. Szentlélek jöjj, lobogó lány, Szentlélek jöjj, a világ vár. Szentlélek jöjj, viharos szél, jöjj. Jöjj a szívünk téged vár, jöjj ki fényt a lelkünknek, jöjj várunk rád. Szentlélek jöjj, lobogó lány, Szentlélek jöjj, a világ vár. Szentlélek jöjj, viharos szív, jöjj árad szív. Mi az áldás? Legteljesebb, tiszta szívből fakadó jó kívánság. Amikor megszületik egy gyerek, mindenki küld egy SMS-t, egy üzenetet, mosolyog, hosszú életet kíván. Most én nektek a leghosszabb életet akarom kívánni, de nem csak én, hanem mindannyian, akik itt vagyunk, az egyházaknak a lelkészei, a leghosszabb életre való áldást kívánjuk. Az örök életre. És mivel az örök élet most kezdődik, ezért már most fogadjuk nyitott szívvel azt az áldást, ahogyan Szent Pál megáldotta a híveket. Az Úr legyen veletek! A béketűrés és a vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy Jézus akarata szerint egyetértés legyen köztetek, hogy egy lélekkel és egy szájjal dicsőítsétek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak, Istenét és Atyát. Amen. A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével és békével, hogy a remény bőségben legyen bennetek a Szentlélek erejéből. Amen. A békesség Istene tiporja össze lábatok alatt a sátánt. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.